Törzsasztal Szabó Zoltán Attilával. Fővédnök Dúzsi Tamás. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni. Nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. Tisztelettel köszöntöm a Törzsasztal hűséges nézőit. Mai műsorunkat Juan Manuel Fangio Forma 1-es legenda gondolatával nyitom. Mindig arra kell törekedned, hogy a legjobb legyél, de sosem szabad elhinned, hogy az is vagy. Mai vendégeim Kis Norbert, kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, és Rusz Milán, színművész, a Magyarországi Szerb Színház ügyvezető mindenese, nyugodtan mondhatom, ugye? Tegnap óta igazgatója. Lelke, motorja, tegnap óta igazgatója már. Akkor gratulálok. Ügyvezetés tegnapig volt. A képviselőtestület hát megbízott, illetve 5 évre, hogy mondják ezt magyarul, kinevezett, bocsánat, azelőtt megbízott, most kinevezett. Akkor egy színi direktor van köreinkben, nagyszerű. És természetesen itt van Dúzsi Tamás, aki az Éb borásza volt 2014-ben, és én mindig ma is állítom, hogy most is ő, most is az. Milán, a jelenlét nemzetiségi fesztivál egyik szervezőjeként, hogyan értékeled az idei seregszemlét, és a nemzetiben voltak éppen mondhatjuk, hogy hazataláltatok? Én úgy gondolom, hogy igen. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, valamikor élt hát egy kisebbségi közegben, valamikor megérezte, mi az, hogy nemzetiséginek lenni. Tehát egész pontosan Ukrajnában, Kárpátalján, Beregszászon, és hát ott színházat alapított, és színházzal játszott, és tájolt, és minden tud arról, hogy milyen életérzés ez. Úgyhogy amikor hozzáfordultam, hogy jó lenne a Nemzeti Színházban megtartani ezt a fesztivált, ahol Magyarországon 13 regisztrált nemzetiség van, ezt nagyon kevesen tudják, ezeknek a nemzetiségeknek saját különböző érdekképviseleti szervezeteik vannak, és önkormányzataik, stb. Hát ez a közigazgatás része, de hála Istennek nagyon soknak van színháza, és szerettünk volna bemutatkozni, illetve 25 éve a Nemzeti Színházban Ablonczi László igazgató úr már alapított egy ilyen fesztivált, pontosan 25 éve, úgyhogy 25 éves a nemzetiségi fesztivál, és Attilával sikerült megbeszélnünk, hogy 8 nemzetiség 17 produkcióját befogadja a Nemzeti Színház 3 termében, a nagy teremben, a Gobbi Hilda teremben és a Kaszás Attila teremben, illetve a Magyarországi Szerb Színház fogadja az amatőr és diákszínjátszó csoportokat, illetve a monodrámákat, a kisebb produkciókat. Megtörtént a fesztivál, jelentem, egy nagy gálával nyitottuk, Tamással zártuk a fesztivált a Jónás könyve című produkcióval, aminek 31., ha jól tudom, 31. előadása volt, amit a kisebbségi és a magyar szakma előtt játszottunk, és meg kell, hogy mondjam, nagyon tetszett nekik, ahogy a fesztivál is. Gondolom, hogy sokaknak élményt okozott, mivel úgy tűnik, hogy jövőre is lesz. Azért itt meg kell jegyezni, hogy ez a Magyarországi Szerb Színház magyar nyelvű produkciója, akiben hát szerepel Mikó István, Varga Klári, mind a ketten voltak vendégeink. Sajnos már néhány hónapja nincs köztünk Suha Kálmán, és Rusz Milán és Jó Magam. Ez egy versenyzenés, borkostoló, 7 borral és 7 műsorszámmal, ahol az 5. bornál elmondom a Jónás könyvét. Most mondhatnám, hogy na erre kocincsunk, de még ne, mert előbb még Norbit szeretném megkérdezni arról, hogy ugye a kamionversenyzésről az embereknek úgy általában van egy ilyen furcsa kettős érzésük. Az egyik az, hogy még mindig azért nagyon sokan a kamionokba ilyen a klasszikus old school versenyzőket képzelnék el, tehát egy kamionos, aki sok-sok évig ugye a banánt is szállította, annyira belejött, hogy most megmutatja Hungaroringen mit tud, és ugye hát nem állunk messze a valóságtól, mert Hajdanában azért ez is volt a jellemző. Na de, ez a sport az elmúlt mondjuk 15 évben elképesztő, hogy mennyit fejlődött, és te ilyen értelemben abszolút nem illesz ugye az old school kategóriába. Köszönöm. Tehát mesélj már nekünk arról, hogy
Hogy lehet ezt úgy leírni röviden az elmúlt 8-10-12 év történetét, amiben te ugye kétszer Európa-bajnok lettél, tehát fantasztikus eredmények után vagy, ezt a fejlődést? Ezt az utat? Valóban, sőt, ugye ennél nem is 10-12 évről beszélünk, hanem ugye 30-ről, 35 évről beszélünk. Bizonyosan, igen. 80-as évek elején indult a Kamen Európa-bajnokság, és akkor eleinte valóban ez a sport így nézett ki, hogy az utcáról jöttek, és gyakorlatilag két fuvar között bekanyarodtak a Hungaroringre. Vagy azért ennek is megvolt a maga szépsége. Az adott verseny hétvégén, abszolút. És akkor ott leakasztották a pótkocsit, és akkor az utcai kamionokkal kezdtek versenyezni. És aztán az nagyon gyorsan elkezdett megváltozni, ugye a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, ugye, amikor Kraszna János, aki szintén sajnos már nincs köztünk, de volt szerencsém megismerni őt és találkozni vele személyesen, ugye ott volt 2015-ben a Hungaroringen, amikor futamot tudtam nyerni a Hungaroringen, tőle vehettem át a dobogón a futamgyőzelemért járó trófeát, úgyhogy nagyon örülök, hogy őt megismertem. Ő ugye a 80-as évek végén 3 vagy 4 szezont is versenyezett a Kamen Európa-bajnokságon, és az volt az az időszak, amikor elkezdtek ugye a gyártók beszivárogni a Kamen Európa-bajnokságra, és felismerték az ebben rejlő marketing értéket, és elkezdtek versenykamionokat gyártani, és egyébként a Kraszna János volt az első között, aki a Mercedes-től kapott egy ilyen kifejezetten versenyzésre épített versenykamiont. És aztán utána a 90-es években rohamosan folytatódott tovább a fejlődés, és nem csak a Mercedes, hanem az összes többi gyártó, akinek szinte mindenki, akinek van kamionja az utcán, ők beszálltak ebbe bizonyos idő intervallumban a Kamen Európa-bajnokságra, és mindenki nagyon komoly versenyautókat fejlesztett. A 90-es évek végén 2001-2002-ig volt egy Super Race Track nevű kategória, ahol olyan csúcs technológiával versenyeztek, amit manapság a legkomolyabb túrautók alkalmaznak, de hogy kormány utcai autóban is még inkább ritka. Azok, bár most már egyre gyakrabbak azok az automata váltós autók, ahol ugye a kormányon van a kapcsoló, és ott lehet sebességet váltani. Hát a 90-es évek végén, 96-ban, 7-ben, 8-ban a Kamen Európa bajnokságon már ilyen kamionokkal versenyeztek, amin kormányváltó volt, és nagyon komoly és nagyon drága költséges technikákat alkalmaztak, és hát ott teljesen profi lett a sport. Azt az utat egy picit elevenítsd fel nekünk, vagy egy picit avasd bele, hogy ugye az egy legendás történet, és ez nem csak a te esetedben van így, hanem a Mihelis Norbi esetében is, hogy ti ugye mondjuk így a lakásotok magányában, a szobátok magányában szimulátorokkal kezdtétek. És ez ugye egy olyan hihetetlen történet, a virtuális valóságból, ahogy belépsz a való világ kapuján, azért ez mégis egy jelentős váltás. Na most én nekem is volt azért ahhoz szerencsém, hogy szimulátorozgattam otthon. Uh-huh. Úgyhogy emlékszem, hogy a Suzuka-i pályát már én is fejből tudtam, de ettől függetlenül nem mertem volna elindulni. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. A kulcs momentum egyébként ezzel kapcsolatban az, hogy ugyebár otthon a szobánkban egyedül ülünk a számítógép előtt, de sosem voltunk egyedül, hanem ugye az interneten versenyeztünk húsvér emberek ellen. Tehát én ugye a Mihelis Norbival mi már ismertük egymást korábban, mint hogy igazi autóversenyző lett belőlünk, és pontosan tudtuk egymásról, hogy ismertük egymást, beszéltünk már egymással, találkoztunk is személyesen, hiszen ilyen szimulátoros találkozók, meg díjkiosztók is voltak, hogy aki a bajnok lett az interneten, utána ugyanúgy összejöttünk és kapott egy serleget. Elkezdtek az online bajnokságokba elindulni csapatfőnökök is, akiknek volt igazi csapatuk, volt igazi versenyautójuk, én egy ilyenben kaptam lehetőséget. Ja. Annak idején, hiszen a csapatnak az aktív pilótáit és az aktív csapatfőnökét ugye a szimulátorról le tudtam győzni. Aha. És ugye erről mondta, hogy na gyere, és akkor mutassam meg az igazi versenyautóval is, és ott is le tudtam győzni. És akkor ugye az én sikeremen fölbuzdulva több másik csapatfőnök is, ugye köztük Zengő Zoli is elindított ilyen szimulátoros tehetségkutató programot, és akkor egy évvel később a Zengő Zoli féle szimulátoros tehetségkutató programon keresztül került ugye az ő csapatához a Norbi. És aztán úgy indult el mindkettőnk karrierje, ami aztán ugye egy ponton ugye összeért, mert ugye 2008-ban egy bajnokságban versenyeztünk, egymás ellen versenyeztünk, aztán utána ugye szétváltunk, és ugye én a kamionozás felé mentem, a Norbi pedig ugye a túrautó világbajnokságon tudott sikereket elérni. Úgyhogy hát igen, közben eltelt sok év, mert ugye közben eltelt 10 év. Szabad egy kamionversenyzőnek televíziós műsorban látványosan boroznia? Hát csak mértékkel. Akkor itt a pillanat. Rosszul adtam a poharakat.
Elég érdekes bort fogunk kóstolni, ez egy 2017-es Merlot Rosé. Most az az érdekessége, hogy ez egy hát nagyon érdekes évjárat volt, irdatlan magas cukorfokok is születtek, most ennek a rozénak 15 az alkohol foka, ami egy rozétól nem szokványos. Van egy ilyen rozé válogatásom, most jelent meg, ahol 6 fajta rozé, Kadarka, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, a kékfrankos rozém az. És ezt ma itt mind megisszuk? Nem, mind a kettőt, egyet megkóstolunk, egyet a következő műsorban, de kóstolhatsz, mert most már forgalomban van, és hogy a rozé is lehet nagy bor. Többnyire a rozé üde, friss, szomjoltás bora, de a rozé ugyanúgy lehet nagy bor, hogy egy nagy vörös bor, vagy egy nagy fehér. Annyit jegyzek meg, hogy én szerintem nem kell fahordóba tenni a rozét, ugyanolyan reduktívan kell elkészíteni, és üvegbe érik meg, ennyi a nagy fehér boroktól való eltérés. Egészségetekre. Milán, utaltunk erre a fesztiválra, és arról mindenképp egy pár szót váltsunk, hogy én azt gondolom, hogy ennek a gazdag programnak volt egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes része, ez a Levesben című színdarab. Zárójelben teszem hozzá, egy manapság, amikor annyiféle furcsa vita van, és akár a MeToo kampány kapcsán is annyi mindenféle véleményt hallottunk, van itt egy ilyen oázis, van itt egy szelíd sziget általatok teremtve, ami ugye egy nagyon fontos és izgalmas problémát tárt fel. Mesélnél nekünk erről? Nagyon érdekes a történet, ugyanis hát nemzetiségi női sors. Női sors és nemzetiségi női sors ma Magyarországon miről is szólhat, és egyszerűen úgy íródott meg ez a darab, hogy a lányok, a Zorica, a Fédra, a Linda, a Frank Ildikó, a Német Színház volt igazgatója, és kit nem említettem még, a Fotis, mindenki elmesélte a saját történetét, és abból kerekedett ki Erdélyi Dani rendező által egy színházi előadás, amiről én azt gondolom, hogy szellemes, nagyon különleges, és egy nagyon szép előadást csináltak, és a bemutatója ezen a fesztiválon volt. 2 héttel előtte, vagy nem tudom én, aznap elkeltek a jegyek, amikor volt két előbb a bemutatónk a Szerb Színházban, tehát természetesen arra is, és szeretnénk még sokat játszani. De a női lélek megfejtésére te igazából mindig teszel egy újabb és újabb kísérletet, ha arra gondolok, hogy a repertoárotokon ugye szerepel egy Karádi darab, Piaf darab. Igen. Kovács Apollónia, tehát a fesztiválon Kovács Apollóniáról is játszottunk egy darabot. Igen, a megfejthetetlen női lelket fejtjük, próbáljuk. Többek között a Levesben is egy ilyen próbálkozás. Nagyon-nagyon sokat és nagyon-nagyon jókat mondanak a lányok. Gyönyörűen játszanak. Nézze meg, aki tudja, és fogjuk játszani. Legyen is így. Norbi, arról nem meséltél, illetve nekem meséltél, úgyhogy ezt most itt kibeszélem, hogy a tél az nektek mindig nagyon hosszú és kicsit gyötrelmes autóversenyzőknek, mert nem tudod, hogy mit hoz a közvetlen jövő, a közeljövő. Ami engem azért lepett meg, mert egy kétszeres Európa-bajnokkal beszélgetek, és lám, ez azért mégis felvetődik. Valóban ugye az autósport nagyon nehéz ebből a szempontból, hiszen ugye egy nagyon drága sportról beszélünk, ahol ugye tényleg minden méternek súlyos költségei vannak, meg aztán főleg, hogyha valami balúsul el, és az ember ugye összetöri a versenyautót, vagy ilyesmi, akkor pedig aztán ugye még extra költségek jelentkezhetnek. És hát ugye így az én karrieremben ugye ez folyamatosan egy érdekes pont volt, hiszen ugye én úgy kerültem be ebbe a sportba, hogy én nem tudtam ezekhez a költségekhez hozzájárulni nekem. Édesapám ugye vasutas volt, most már nyugdíjas. Édesanyám népművelő volt, egy művelési központban ilyen rendezvényeket szervezett. De azt gondolom, hogy Magyarországon egy teljesen átlagos családból jövök, akiknek hát sajnos nem áll rendelkezésre az a költségvetés, ami egy autóversenyzői karriert elindíthatna. Erre mondják, hogy innen szép nyerni. Igen, úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, és nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem ez mégis megadatott, és ennek a szimulátorozásnak köszönhetően
Mert viszont egyébként a szimulátorozást azt azért támogatták szüleim, hiszen elmentünk, és azért számítógépre azért kellett költeni valamennyit, meg ugye kormányra, amivel ugye az ember leül a számítógéppel, és akkor tudja vezetni a szimulátort, arra azért költöttünk, és emlékszem, hogy édesapámmal elmentünk Szombathelyre egy üzletbe, ahol nem lehetett, nem, már elfogyott az a kormány, ami akcióban volt, és szerettem volna, és fölültünk a vonatra, és elmentünk Sopronba, és végül Sopronba tudtuk megvenni azt a kormányt, hogy el tudja kezdeni igazán jól szimulátorozni. Szóval a szimulátorozást azt támogatták szüleim persze, mondjuk azt már amikor hajnali kettőkor, meg háromkor is még a számítógép előtt ültem, azt már annyira nem támogatták. De mindegy, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy így elindulhatott az igazi autóversenyzői karrierem, és ez ráadásul ugye úgy sikerült, hogy ugye évről évre tudtam találni egy olyan csapatot, aki ezt megfinanszírozta nekem, és lehetőséget adott arra, hogy ne kelljen fizessek azért, hogy ott lehessek és versenyezhessek. Viszont ugye mindig hatalmas eredmény elvárások voltak, de az sose fért bele, hogy összetörjem a versenyautót, az azonnal a karrierem végét jelentette volna, meg hogy rossz eredményeket hozzak, az se fért bele sose. És nagyon szerencsés vagyok, hiszen most már tényleg ugye ez lesz a 13. év, hogy autóversenyzek. És persze évről évre mindig volt bizonytalanság, és nem látszódott az, hogy ahogy vége lett egy szezonnak, nem látszódott az, hogy a következő szezonban hol fogok tudni versenyezni, de a jó eredményeknek köszönhetően, illetve annak, hogy azt gondolom, hogy viszonylag ritkán, vagy szinte egyáltalán a saját hibámból szerintem egyáltalán nem törtem össze versenyautót még a karrierem során. Technikai hiba miatt, meg mások hibája miatt már igen tört össze alattam versenyautó, de szerencsére azt nem rótták föl nekem. Szóval hogy a jó eredményeknek köszönhetően aztán az utolsó pillanatokban mindig jött valami lehetőség a következő szezonban, ami tovább vitte a karrieremet. Ugye így jutottam el a Kamion Európa bajnokságra is, ahol aztán ugye sikerült nagyon komoly sikereket elérni, ugye 2014-ben és 2015-ben sikerült megnyerni ezt a bajnokságot és Kamion Európa bajnoki címet nyerni, ami hát nem kis teljesítmény volt, ráadásul úgy, hogy ugye egy magyar csapattal tudtuk ezt megcsinálni, és ugye a top 10-en kívüli eredményekkel működött a csapat előtte, onnét indultam én is, és a top 10-en kívülről verekedtük be magunkat ugye először a negyedik helyig, aztán az Európa-bajnoki címig. Nyugtass meg, hamar. Idén is látunk a Hungaroringen, mert ugye innen indultunk. Igen, és aztán ugye ezek az Európa-bajnoki címek azért hoztak némi áttörést abból a szempontból, hogy a Kamion Európa-bajnokságon most már mindenképpen egy elismert pilótaként tartanak számon. Sajnos ugye az autósport többi szakágára ez nem vetíthető át, tehát ott nem vesznek annyira komolyan még, de a Kamion Európa bajnokságon mindenképpen, és ezért egy picit megkönnyítette a dolgomat abból a szempontból, hogy tudjak magamnak biztosabb helyet találni a versenyzésre. Ugye sajnos a magyar csapattal is ugye 2015 végén véget ért a történetünk anyagi okok miatt, hiszen a sikerek ellenére nem tudtunk megfelelő mennyiségű támogatót összeszedni ahhoz, hogy teljes szezonos kampányt tudjunk folytatni a következő évben, és végig tudjunk menni az egész szezonra, és ugye ott azon a ponton arra kényszerültem, hogy csapatot váltsak, és egy külföldi csapatnál kezdjék el versenyezni, de aztán végül így, hogy már ebből is lement két év, azt érzem egyébként, hogy egy nagyon jó döntés született. Folyamatosan mennek a tárgyalások és az egyeztetések, hogy ugye hogy tudjuk ezt a technikai hátteret megkapni, amire ugye a csapatnak a privát szponzorai nem tudják előteremteni a pénzt. De a cél az Európa-bajnoki cím, és ezen dolgozunk. Megígérem, hogy az Európa-bajnoki cím meg lesz, akkor megint visszahívunk a műsorba, viszont nagyon gyorsan ígyunk, mert nem vagyok én ugyan kocsmáros, akinek ez a dolga, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy rohan az idő, és még van egy nagyszerű bor, amit mindenképp szeretnénk megkóstolni. Ez egy 11-es évjáratú Grábóc nevű bordói típusú kövé, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon és Merlot. Az összetétele nagyjából egyharmad, egyharmad, egyharmad arány. Na most a Grábócról, ezt sokan nem tudják, a Szekszárd szomszéd faluja, csak az aszfaltut az máshonnan jön be, 2 kilométer földesút válassza el a Szekszárd szomszéd falujától, ez is szomszéd falu, és így valahogy a Szekszárd körzetéből kiesett a dolog. Ez nagy kár, egy gyönyörű szerb kolostor van ott, és hát ott bucsút szoktak rendezni, az nem egy rendes magyarországi szerb, aki a Grábóczi bucsún még
még nem vett részt. Ugye jól mondom, Milán, egy gyönyörű felújított korostor, és Szekszártól 2 kilométer. De most a részleteket nem osztod meg velünk. Azt is mondják, hogy minden évben nem vesz részt, tehát az igazság, akkor azt nem mondtam, az rám is vonatkozott volna, mert nem minden mondta, évben nem, de azért voltam. Nem mondtam a minden évet, direkt nem mondtam a minden évet, nem vagyok annyira maximalista. El kell menni Szálkáig, a szomszédfal is onnan 2 kilométer gyalogföldes úton, a Szekszárnak szomszédfalója nagyon közel, csak így elfelejtődött, mert máshonnan vittek be aszfalt utat. Egy nagy kár, hogy a szekszárdiak megfeledkeztek, ez valamikor egyházilag is Szekszárdhoz tartozó vidék. Kocincsunk rá. Nagyon elszaladt az idő. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. És hát ugye zárásképpen Rusz Milán előadásában egy kis meglepetéssel még készültünk nézőinknek. Azért annyit mondja így, hogy mit is fogunk hallani. Nos, Mostár nagy költője, Alexa Sántics versét, Emina a címe, egy iszlám vallású, gyönyörűséges hölgyről szól ez a vers. Műsorunkban szoktam ezt mondani, a Jónás könyve műsorunkban, amikor odaérkezünk egy szerbek ihlette kadarka borhoz, és akkor azt szoktam mondani, hogy láttam egy tévéinterjút, valaki Hamburgban, ekte német magyar szakra ment, és megkérdezték, hogy miért, azt mondta, hogy ennek a népnek egy csodálatos irodalma, költészete van, ezért érdemes magyarul tanulni. Goethe szerbül tanult, hogy olvashassa a szerb epikus költészetet, úgyhogy hozzá szoktam, hogy a szerb népnek is csodálatos irodalma van, ítéljék meg talán. Ne csak ebből a versből. Azt hiszem, hogy méltó búcsú a mai műsorunkba, köszönjük a figyelmet. Köszönöm szépen. Egészségetek. Sinocskat se vratjak, iz toplaha máma. Prógyok pokraj bášte staroga imáma, kad tamo u bášti, u hládu jasmína, s ibrikom u rúci stajaše Emína. Tegnap este, mikor jöttem a szerályból, tavaszillat áradt Mostárban a fákról, a rózsakert mélyén szemem csodát látott, ibrikkel a vállán szép Emina áltott. Ja kakva je pusta, tako mi i mama, sram je ne bi bilo da je kod sultana, a još kad se šeće i plećima kreće, ni hođin mi zapis više pomoć neće. Istenem milyen volt, esküszöm az égre, Sztambulban ő lenne a hárem legszebb éke, néztem, ahogy sétált, hullámzotta, válla, nincsen az a hodja, aki közénk állna. Jajoj, nazvak selama, momga mi dina, nešće ni da čuje lijepa Emina, već u srebrn ibrik zajitila vode, pa u baštu džule zalivati ode. Allahnak nevében jó estét kívánok, köszönésre válasz nála nem találok, ezüst ibrikjébe vizet mer a kútról, öntözi a rózsát. Közben egy dalt dúdolt, hogy is szólt az a dal? Aisi, Aisa, Javasa, Konyaja se szubasa, úgy sír, úgy rí, habasa, könnyű léptű lovasa, zgráne vjetar dúnu, panis pleci puste, raspletejaj onek pletenice guste, zamirisa kosa ko zumbuli plavi, a meni se kreno bururet u glavi, ágak közül ekkor mennyei fuvallat, szellővel bontja ki sűrű haját, Allah tincse illatától a rózsa megszépül, nekem meg a fejem ott künn beleszédült. Nala ne posrnu, mojega mi dina, al meni ne dojde lijepa Emina, samo me je jednom pogledala mrko, niti haje, al čak što za njome crko me grođotto labom. Tan térdre is estem, Emináért lángolt, remegett a testem.
Hideg tekintettel nézett végig rajtam, pedig én ott érte. Csak nem meg is haltam. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni. Nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. A Törzsasztal média partnere a Wine Lovers rendezvények. Műsorunk szakmai együttműködő partnere az Alexandra könyváruházak. A műsor média partnere az Élet és Irodalom.